Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mit tervez veled, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, ahol szerelmi témáknál összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, az középen látható, mégpedig itt felül és alul. Ez a kerék jelenti a sors kerekét. Itt lesznek sors döntő események, változások. Nála megvan ez a gondolat, ő tudja azt, itt változnak a dolgok. Amennyiben te egy hölgy vagy, megjelensz az ő gondolataiban, és látható a képen, hogy még sok mindent kell cipelned, de te erős vagy, ő ezt tudja, te megoldod ezt. Az ő érzelmei itt bal oldalon láthatóak. Először van kényelmes. Az is lehet, hogy kicsit beképzelt, és úgy gondolja, én már mindent elértem az életben. Megvan a nyeremény, a jólét, a jó anyagi helyzet. Biztonságban érzi magát. Szerintem arra vár, hogy te jelentkezz nála. És ha nem jön hír, mert te visszahúzódó vagy, akkor feláll, és itt figyelget majd téged. Itt a kávés csésze ugyanúgy, mint itt, jelenti a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát akkor majd nyugtalan lesz, és majd úgy figyelget úgy a csésze széléről. És mire gondol, hogy érzi magát? Itt lesz egy találkozás, megbízik benned, tudja, hogy nyitott vagy erre a szerelemre. Hogy mit fog tenni? Az itt látható. A nap megvilágít bizonyos dolgokat, vagy láthatóvá tesz téged, hiszen ő látni akar téged. Tisztázódnak a dolgok. Itt is vannak a csészék, itt pár már összetörött, ez jelenti a múltat, emiatt ordibálsz itt a képen, tehát ez a helyzet még nem tetszik neked, de lesznek változások, pontosan ezt akarja tisztázni veled, hiszen tudja azt, hogy ő megbántott téged, majd bocsánatot kér, és van jövő, hiszen itt mögötted megjelennek a kávés csészék, és az jelenti a jövőt ugyanúgy, mint itt. A 10-es szám utal egy új kezdetre, és a csészéknél érzelmekről van szó. És megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák. Itt ez a torony nagyon sok mindent jelenthet. Például, hogy meg akar nagyobbítani valamit, vagy tisztában van az ő saját nagyságával, vagy tisztában van a te nagyságoddal. Ez lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, amit neki rendeznie kell. Amit a torony még jelenthet, amikor ő fogva érzi magát ebben a toronyban, ez egy szűkös helyzet, de kilép ebből, hiszen itt van a szerencse, egy sors fordulat. Itt lesz vidámság, mozgás, csevegés. A könyv jelenteti az ő tudását is, vagy egy továbbképzést,
de ez a könyv a múltban zárva volt. És jelentette az ő zárkózottságát. Lehet, hogy ezzel bántott meg téged. De itt most kinyílik egy ajtócska, és jönni fog, kopogtat az ajtódon, és nyitott lesz érzelmekről beszélni. Hiszen ő látja itt azt, hogy nem futsz utána. Itt a lilium jelenti a tiszta érzelmeket, itt tisztázódnak bizonyos dolgok, erre utal a nap is. Kiderül az igazság, megbízhatsz bennem. És itt a gólya jelenti a változásokat. Lesz egy szerencsés fordulat. Itt ez a kép jelenti a félreértéseket, a vitákat, veszekedéseket. Itt is látható, hogy a múltban történt valami, ami nem tetszett neked, de ezt akarja most tisztázni. Az is lehet, hogy bocsánatot kér. Holott nem mi jellemző rá, hiszen látjuk, hogy ő a király. Újra a nap látható. Itt tisztázódni fognak a dolgok. Azon kívül jelenti a te kisugárzásodat, az övét, a vonzalmat kettőtök között, azon kívül jelenti a valóságot. Kiderül az igazság. Itt lesz egy levél, lesz egy hír. Ez a levél azt is jelentheti, hogy eddig várt arra, hogy te írj, ezt nem tetted meg, ez nem tetszik neki, de tudja azt, érzi azt, hogy rajta múlott ez, ezért közeledik, bocsánatot kér tőled, rendezi veled a dolgokat. Az ő jelenlegi helyzete előre mennek a dolgok, közeledik hozzád, ő ugyan még hátrafele tekint, visszatekint a múltba. A te jelenlegi helyzeted. Itt a ház jelenti az otthonodat, vagy a családi kapcsolatokat, de az alapokat is, hogy erre az alapra ki tudtok építeni valamit. Ez lehet például egy magán cég kiépítése, vagy egy közös otthon tervezése. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!